gyönyörű ez a kép, amit látunk, mert a tavalyi évben végig ott loholt Montoya a pontversenyben Michael Schumacher nyakán, most pedig Michael Schumacher éri útól Montoyát. Nézzük ezt a bárhondát. Sato. Hátsó vezető szárnyával problémák vannak. Tetszenek látni, hogy ott libeg a teteje? Na ettől már úgymond instabillá tud válni az autó. Ugyanis annak a pici peremnek van egy leszorító erő hatása, ami ott megfogja a levegőt, és a levegőt más irányba teszi. Tulajdonképpen a Forma 1-es autók, hogy mondjam, működése az ma a repülőgépiparhoz hasonlítható a legjobban, és nem az autóiparhoz, hisz ezeknek az autóknak, és a karosszéria ezért nagyon lényeges, legfontosabb funkciója a leszorító erő, tehát hogy ezekkel az aerodinamikai elemekkel a pályára feszítse tulajdonképpen a versenyautót a karosszéria, és abban a pillanatban, ahogy a szélcsatornákban termezett aerodinamikai elemek megsérülnek, úgy teljesen megváltozik az autó vezethetősége, megváltozik a mozgásának a karakterisztikája, és ehhez nagyon nehéz alkalmazkodni. Ezektől az aerodinamikai elemektől érik el azokat a hihetetlen kanyarsebességeket is ezek az autók, és ezért volt nagyon veszélyes az a tegnapi jelenet,